Az északi áramlat 1 és északi áramlat 2 csővezetéken keletkezett kár nem véletlen. Az európai energiainfrastruktúra bármilyen szándékos megzavarása teljességgel elfogadhatatlan, amire az Európai Unió határozott és egységes választ fog adni, jelentette ki Josep Borrell uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő tegnap. Ismert a Balti-tenger nemzetközi vizein hétfő hajnalban az északi áramlat 1-nél, este pedig az északi áramlat 2-nél is hirtelen nyomáscsökkenést és gázszivárgást jelentettek a svéd és a dán hatóságok. A szakértők véleménye szerint a vezetékek megrongálódását szándékos robbanások okozták, nem pedig baleset. Az ugyanis valószínűtlen, hogy ugyanolyan probléma egyszerre lépjen fel, mint két vezetéknél három különálló csövön ennyire közel egymáshoz, mondják a szakértők. Hogy mi történt valójában, arra több lehetséges forgatókönyv is felmerült. Az ukránok egyes nyugati országokkal együtt Oroszországot vádolják, a Kreml szerint ez teljesen kiszámítható és megbízhatóan ostobaság. Más vélekedések az Egyesült Államokat teszik felelőssé az incidensért, amit azzal támasztanak alá, hogy Joe Biden elnök már tavaly februárban arról beszélt, hogy ha Moszkva inváziót indít Ukrajna ellen, akkor ők, mármint Amerika, véget vet az északi áramlat kettőnek, amit azzal is megtoldott, idézem, ígérem, hogy képesek leszünk rá. Ráadásul Radoslav Sikorski volt lengyel külügyminiszter, tegnap közösségi oldalán megköszönte Amerikának a robbantásokat. Van azután olyan elképzelés is, hogy Ukrajna követte el a cselekményt, a gyanút természetesen Oroszországra terelve, azért, hogy Németország még egy esetleges megegyezés esetén se tudja újraindítani a vezetékeket. És még természetesen számos egyéb indíték vagy egyéb elkövető is közszájon forog, ezek egyelőre azonban a felsoroltakkal együtt csak találgatások. A különböző lehetséges forgatókönyvekről biztonságpolitikai szakértőket kérdezek, Demko Attilát, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetőjét, és Nógrádi György egyetemi tanárt. Halász Zsuzsa vagyok, mindkettőjüknek jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük, csókolom! Mi az, amit tudunk, mi az, amit joggal feltételezhetünk, és mi az, amit nem is érdemes elmélkednünk ebben az ügyben, Demko Attila? Hát azt tudjuk, hogy ezeket a csővezetékeket megtámadták, tehát ez 100%, hogy nem baleset, az is 100%, hogy stratégiai károkozás volt a cél, és szinte bizonyos, hogy nem Ukrajna, illetve nem Oroszország az elkövető. Ugye Ukrajnának nem az akarata, hanem a képessége hiányozna a Balti-tengeren. Oroszországnak meg az érdekeivel jelentős mértékben ellentétes ez a támadás. Ugye, hogyha ezentúl exportálni akar, amíg ezeket a vezetékeket ki nem javítják, ha persze javíthatóak, mert már vannak hírek, hogy a tenger víz az korrodálja a vezetéket, tehát akár javíthatatlan is lehet. Ugye addig, amíg ezeket nem javítják ki, csak Belaruszon vagy Ukrajnán keresztül exportálhat, illetve Lengyelországon, hát Belarus-Lengyelország, ami abszolút nem orosz érdek. Tehát nekik az lett volna az érdek, hogy az északi áramlat 1 és 2 megmaradjon. Azt mondják ugyan, akik az oroszokra mutogatnak, hogy ugye minden semmiképpen nem akartak volna télen Európába gáz szállítani, és ez egy megoldás számukra, hogy így egy viszmajor révén nem szállítanak, de találtak volna valószínűleg valami egyéb hibát, ami nem rongálja ilyen mértékben a vezetéket, amire hivatkozhatva nem szállítottak volna, ha az lenne az orosz cél. Tehát ez a valószínű, az egyébként, hogy ki az elkövető, az nem mondható meg, inkább tényleg arra azt lehet mondani, hogy ki az, aki valószínűleg nem elkövető. Egyetért professzor úr az elhangzottakkal, hogy sem Oroszország, sem Ukrajna nem lehet ebben ludas? Hát Ukrajnának a képessége nincs meg. Néhány ezt mondta Demko Attila is. Egy. A válság ezzel tovább eszkalálódik, tehát nagyon rossz a helyzet, a fegyverszünet és béke valószínűsége még kisebb. Kettő. A svéd kormánynak volt egy nyilatkozata, ahol azt mondták, hogy ez egy olyan profi merénylet volt, hogy kormány kell, hogy mögötte álljon. Három. A vezetékek 180-210 méter mélységben vannak, tehát ide idézőjelben egy egyszerű ember nem tud lemenni. Négy. A Zelenszkij jó szokása szerint már közölte, hogy minden létező nemzetközi szervezetből
zárják ki Oroszországot. Ez ugyanolyan csacsiság, mint a nyilatkozatainak a döntő része 5. A tőzsdén az gázárak pillanatok alatt fölmentek. Amikor én néztem pár órával ezelőtt 10%-kal, azóta nem néztem. És a utolsó pontom, az, hogy a korábbi lengyel külügyminiszter, a Sikorski ilyet kiír, hogy köszönjük Amerika, ezt egy kezdő külügyes gyakornoktól nem várnám el, nem egy volt külügyminisztertől. Számíthatunk-e bármilyen alapos kivizsgálásra, illetve mit gondolnak arról, hogy valaha is megtudjuk-e konkrétan, hogy ki volt itt az elkövető, Demko Attila? Hát mindenképpen sokan és sokat fognak vizsgálódni. De ki az, mindenki fog vizsgálódni? Hát nyilván a svéd és a dán hatóságok vizsgálatot indít Oroszország is, az Európai Unió is, tehát lesz egy komoly vizsgálat, meg kell nézni, hogy a sérülések pontosan milyenek, javítható a vezeték, tehát itt eleve gazdasági okokból is meg kell, hogy ezt nézzék, tehát ez nem egyszerűen csak a, hogy ki az elkövető, hanem a javíthatóságot is vizsgálni kell. De az, hogy valaha megtudjuk, hogy mi történt a tenger mélyén pontosan, hát ennek kicsi az esélye. Ugye ez nem egy olyan típusú merénylet, vagy akció, amit felvállalna bárki, tehát akárki is volt, nem fogja vállalni. Ugye most az európai, meg a nyugati média Oroszországra mutogat, tehát ilyen értelemben az oroszok elvihetik még ezt a történetet is, legalábbis a világ közvéleménye szemében, de valójában nem fogjuk megtudni, hogy ki lehetett. Az ugye több országnak vannak ilyen képességei, Európában, Európán kívül is, tehát nem fogjuk megtudni, hogy melyik ország tette meg. Ha a nyugati világból van az elkövető, azért az valószínű, hogy az Egyesült Államok tudott róla, tehát nem hiszem, hogy ha nyugati az elkövető, és azért ezt nem zárnám ki, akkor az USA-nak tudnia kellett erről. Tehát nem hiszem, hogy Washington nélkül bármelyik európai ország megmerte volna ezt lépni. Hova tegyük professzor úr Joe Bidennek ezt a nyilatkozatát, amelyet a bevezetőben is idéztem, hogy ha megtámadja Oroszország Ukrajnát, akkor ők természetesen megsemmisítik, vagy véget vetnek, így fogalmazott pontosabban, véget vetnek az északi áramlat kettőnek. Mert hát ugye itt azért az oroszok is kíváncsiak lennének, hogy akkor ez most itt egy beismerő vallomás, talán a Kreml szóvivője föl is tett valami hasonló kérdést. A válasz az, hogy Biden legalább annyi butaságot beszél, mint Zelenszkij, és ha az USA fel akart volna lépni február 24-e a háború kezdete óta, x-szerre meg lett volna a lehetősége, tehát hogy miért a 200. napon túl, erre ember nem tud válaszolni, tehát én úgy érzem, hogy nincs közvetlen összefüggés Biden nyilatkozata és a mostani események közt. Én egyetértek Demko Attila úrral, hogy bárki volt, soha nem fogja bevallani, és teljesen nyilvánvaló, hogy a másikra fog mutogatni. Az érdekes, hogy megjelent a sajtóban. Nem lehet tudni, hogy mennyire korrekt a tájékoztatás, hogy a CIA 2 héttel ezelőtt értesített a németeket, hogy lehet, hogy merénylet lesz a csővezetéknél. Így nyilvánvaló napi x-100 000 információ jön be. Az, hogy az amerikai elnök ilyeneket mondott, annak ma véleményem szerint PR értéke van, valóságos értéke nincs. Jó, de azért maradjunk még ennél az amerikai érdeknél egy kicsit, mert ugye azt most megnéztük, hogy Ukrajnának lehet, hogy érdekel. Kellett volna, de képessége nincsen, Oroszországnak feltétlenül nem érdeke, ha mondjuk Amerika keze benne van, akkor neki miért lett, vagy miért volt ez érdeke, vagy miért nem lett volna érdeke? Milyen érveket tudunk felhozni emellett? Demko Attila. Ez mindenképpen gyengíti Oroszország manőverezési képességét, illetve azt, hogy adott esetben megegyezzen Európával, Németországgal, vagy engedményeket csikaljon ki Európától. Ugyanis ezen túl, ha Oroszország és Európa is, tehát ha Európa orosz gázt akar kapni, ha pedig Oroszország Európának gázt akar eladni, akkor Lengyelországnak meg Ukrajnának erre rá kell bólintania. Tehát ilyen értelemben Lengyelország és Ukrajna is kap egy jóval erősebb pozíciót a jövőben a gázszállítások fölött. Ugye ez a régi állapot, mert régen alapvetően Lengyelországon a Jamal vezetéken, illetve Ukrajnán keresztül jött a gáz. Tehát ugye az elmúlt 15 évben változott meg először az északi áramlat 1-jel, majd az északi áramlat 2-vel, hogy a balti tenger alatt tudott jönni az orosz gáz egy jelentős része. Most visszatérünk az előző állapothoz, amikor Ukrajnának bizony vétójoga volt, meg Lengyelországnak az Európába érkező orosz gáz felett. Ugye emlékszünk, talán 2008 vagy 2009-ben volt az, amikor
amikor meg is állt a gázszállítás egy ukrán-orosz vita miatt. Tehát ilyen értelemben mindenképpen az európai, Amerika, Európa legerősebb európai szövetségeseit segíteni, ha az amerikaiaknak lenne ebben bármilyen szerepe. És az amerikai LNG eladhatósága, mint érv, az felhozható itt, professzor úr? Ez bármikor felhozható. Én félreálltam a kocsival és jegyzetelek. Ezt írtam föl. Hát ettől kezdve az amerikai pallagáz Európa számára szükséges. Ez a pallagáz sokkal drágább, mint az orosz. Ez a pallagáz hajókon keresztül érkezik, rendkívül szennyezi a tengereket. Az, hogy a svéd kislány, aki mindig tiltakozik, most nem mond semmit, ez érdekes. De legalább ennyire érdekes, hogy a von der Leyen januárban 120 hajónyi pallagázt rendelt az USA-ból, holott a háború február végén kezdődött el, tehát itt is az embernek azért különböző gondolatai és kételjei vannak. Kell-e tartanunk attól, hogy esetleg a török áramlatot is, amin keresztül Magyarországra jut az energia, illetőleg a földgáz, azt is érheti valami, hát baj, nem Attila? Hát sajnos nem lehet kizárni a mai világban semmit, tehát hogyha azt nézzük, hogy egy képes, tehát az biztos, hogy megvan a képesség erre több államnak, hogy egy ilyen vezetéket megrongáljanak. Az a kérdés, hogy megvan-e Oroszországnak és Törökországnak a képessége, hogy ezt megakadályozza, mert itt alapvetően itt nagyon komoly török érdek is van, meg orosz érdek is van, hogy ez a vezeték, hogy a török, vagy a türk áramlat ne sérüljön meg, illetve van egy nagyon komoly magyar érdek is ebben. Bár hogyha megsérülne ez a vezeték, az ukrajnai vezetékek még mindig ott lennének, tehát a török áramlat elleni támadás is Ukrajnát erősítené. Ugye az ukrán vezetékek áteresztő képessége nagyon nagy. Tehát azon keresztül azért Európát ugyanúgy el lehetne látni, mint ahogy a 2010-es évek előtt, de akkor viszont Ukrajna lenne egy hihetetlen erős pozícióban, mert gyakorlatilag minden országnak megmondhatná, hogy ha nem támogattok, akkor nem engedünk át gázt. Ugye Ukrajna már figyelmeztette Magyarországot, és ugye az olajkérdésben pár hónappal ezelőtt, hogy beszélhetnek így is. Tehát ez mindenképpen a török áramlat elleni támadás, az végképp Ukrajna, illetve a belorusz-lengyel vezető felé terelni a gázt. Az más kérdés, hogy mondom, azért a Fekete-tengeren most már készülnek, figyelnek, és két ország is nagyon fog figyelni arra, hogy ne történjen semmi, mert itt alapvető török érdek is, hogy ez a vezeték ne sérüljön meg, nem csak orosz érdek. Fel lehet-e készülni egy ilyen támadás kivágás vagy a kivédésére, professzor úr? És egyébként szóval az is egy kérdés a számomra, de lehet, hogy naív, amit gondolok, hogy a mai korban, amikor egy műholddal már az ember zsebébe is bele lehet nézni, és lehet látni, hogy az ott lapuló pénz az milyen címletekből áll, akkor voltak éppen hogyan lehet elkövetni egy ilyenfajta terrorcselekményt titokban? Hát egy, úgy, hogy a műholdak ezt valami miatt nem veszik, kettő, fölkészülni. Jó, de mi miatt nem veszik, ha nem veszik? Hát elsősorban politikai okok miatt, másosorban azért lehet olyan meteorológiai ok. Harmadrészt azért láttuk az elmúlt hónapokban, hogy a kínaiak alig bontattak amerikai műholdakat, tehát rengeteg dolog van, de én más oldalról mondanám. Egy, nyilvánvaló a törökök és mindenki fölkészül arra, hogy a valószínűséget kicsi legyen. Meggátolni sajnos lehetetlen. Kettő, amit elhangzott Ukrajnáról tökéletesen igaz, csak van egy szépséghiba. Én, mint Ukrajna, most az orosz gázt viszem Európába, és közben harcolok az oroszok ellen, akkor szörnyű nehéz mondanom, hogy miközben kérek Európától a legmodernebb fegyvereket, amiket eddig nem kapott meg, a közben Oroszországtól elképesztően komoly milliárdos bevételhez jutok azzal, hogy rajtam keresztül megy az orosz energia. Tehát rengeteg az összetevője, a törökök pedig nagyon nehéz helyzetben vannak, mert próbálnak egyensúlyozni az oroszok-ukránok a kelet és a nyugat közt. Törökország NATO-tag, kiváló kapcsolatokkal Moszkvával. Ezt hol gyengíti, hol erősíti, hogy milyenek a pozíciói és érdekei. Tehát ha a török vezetékkel valami történik, az megint egy új európai helyzet. Ugye Volodymyr Zelenszky rögtön Oroszországot vádolta meg, hogy terrorcselekményt követett el. Ellent merem mondani a világ Zelenszkynek jelen pillanatban? Temko Attila, mit gondol erről?
Hát ellent akar-e, vagy ellent tud-e mondani? Szerintem mindenkinek megfelelő lesz nyugaton, hogy egész egyszerűen Oroszország az elkövető, akár racionális ez, akár nem. Ahogy mondtam, nagyon pici racionalitás lehet benne akár találni, ha Oroszország így akar teljesen egy Európa ellenes energiahadjáratot indítani, mert így aztán tényleg nem fog menni a gáz, akármi történik. De mindenképpen Oroszország ugye az invázió után gyakorlatilag már mindenért is felelős lesz. Tehát ilyen értelemben Oroszország a tökéletes elkövető, a nyugat számára is, illetve Ukrajna számára pedig teljesen érthető, hogy Zelenszkij egyet akar, hogy Oroszország minél előbb teljesen elszigetelt legyen a világban, és ez az, hogy Európát leválasztják az orosz gázról, illetve csak Ukrajnán, illetve Belaruszon és Lengyelországon keresztül mehetne. Ahogy mondtam az előbb, ez egy rendkívül komoly ukrán érdek. Ahogy a professzor mondta, a bevétel miatt is. Mert egyébként Ukrajna ma is kap gyakorlatilag orosz pénzt, még ha nem is közvetlenül, ugye a gáz és az olajszállításokért. A tranzitdíjat, ugye? A MOL fizeti ki a tranzitdíjat, mondjuk az olajért, de ez ettől függetlenül orosz olaj, és az orosz olajból profitál Ukrajna. Hát ez egy furcsa háború, voltak már furcsa háborúk a történelemben, megy az orosz gáz és az olaj annak ellenére, hogy közben tényleg egy brutális és véres invázió folyik Ukrajna ellen, de Ukrajnának is érdeke, hogy menjen. Tehát ez mind a két félnek érdeke. Történt-e már hasonló a elmúlt, mit tudom én, 50-100-150 évben, vagy azóta, mióta egyáltalán ilyenfajta vezetékek jönnek-mennek a világban, és energiát szállítanak, professzor úr? Persze, milliószor. Nem biztos, hogy vezetéken. Elnézést. Az amerikai atomerőművek honnan veszik az uránt? Oroszországból. Honnan veszi Nyugat-Európa nagyon sok olyan fémet, amire szüksége van? Oroszországból. Tessék mondani, miért is van csíphiány? Mert Tajván nem szállítja. De ha Tajván szállítja, akkor ez nem az, mint az amerikai csíp. Tehát itt rengeteg dologban példát lehet mondani a történelemben, csak most egy probléma van. Ebben a háborúban Oroszország és az Egyesült Államok áll egymással szemben ukrán területen. Na most én azzal kezdtem ezt a beszélgetést, hogy az én problémám az, hogy a válság eszkalálódik. Minden egyes ilyen lépéssel tovább eszkalálódik, és lehetetlen megmondani, hol lesz a vége. Meggyőződésem az, hogy ma atomot nem akar Oroszország felhasználni, mert értelmetlen. De sodródunk bele a válságba, és nem lehet látni a kiutat. Tehát mi volt a orosz cél a háború kezdetén, február 24? Ez egy 9 napos háború. Mit jelzett a CIA? Hogy ez egy 3-4 napos háború. Nem látjuk a végét, nem látjuk a folyamodványokat. Most 300 ezer szerencsétlen bevisznek, akiknek döntő része mai kor szerint nem kapott színvonal szerint megfelelő katonai kiképzést. Az ukránok kapják a legmodernebb nyugati fegyvereket, ezek egy részét nem tudják felhasználni, eddig 5000 ukránt képeztek ki nyugaton. Tehát megyünk bele a válságba, egy eleméről beszélünk most, és sajnos nem tudunk arról beszélni, hogy mi a megoldás, mert nem látszik a megoldás. Jó, akkor tágítsuk egy kicsit a kört. Hol áll most jelen pillanatban a háború? Ugye jönnek hírek innen is, jönnek hírek onnan is, hogy ki mit foglalt vissza, ki mit semmisített meg jelen pillanatban, mi az, amit erről tudni lehet, ami feltehetően a valóság. Demko Attila. Ugye van egy jelentős túlerő gyakorlatilag a háború kezdete óta ukrán részről, ami az emberállományt illeti, és tényleg az elmúlt hónapokban ez a túlerő, tehát a létszámbeli túlerő mellé azért bejött egy olyan nyugati technika, ami jelentősen korlátozta az oroszokat. Tehát most is azt lehet látni, hogy egy 150-200 ezer orosz, illetve orosz párti katona áll szemben, egy legalább félmilliós, de annál talán nagyobb ukrán haderővel. Ami történik ma, az az, hogy az oroszok lassan szorulnak vissza. Pontosabban a Harkiv környékén meglehetősen gyorsan egy hét alatt elvesztettek egy két magyar megyényi területet, de most lassan szorulnak vissza Donbaszban, kevésbé lassan Herson térségében, tehát ott is az ukránok elfoglaltak nagyjából egy budapestnyi, vagy talán még annál is nagyobb területet. Tehát véres harcok folynak, de egyelőre az ukrán túlerő érvényesül. Az majd egy kérdés, hogy a bejövő orosz mobilizált egységek hogyan fognak harcolni, ugye milyen moráljuk lesz, milyen képzettségük, milyen felszerelésük. Papírforma szerint, hogyha Oroszország teljesen mozgósít,
akkor megfordítja vélhetően a háború menetét, de most az látszik, hogy orosz visszaszorulás van a legtöbb fronton, talán az aporizsiai front kivételével, ahol be van fagyva a frontvonal, de Donetsk, Luhansk, illetve Herszon térségébe, tehát a másik három térségben gyakorlatilag minden nap bevesznek egy-egy települést az ukránok, vagy van, amikor többet is. Talán az elmúlt egy-két napban lassult egy kicsit az ukrán előretörés üteme, de nem tudni, hogy itt időjárási okokból, logisztikai okokból kifáradtak, vagy az oroszok erősödtek annyit, hogy belassították az ukránokat. Említette, hogy ha teljes mozgósítás lenne. Elképzelhető a teljes mozgósítás, professzor úr? Mert hát hiszen azt látjuk, hogy itt a részleges módosítás kapcsán is azért hát változik a hangulat Oroszországban, vagy az egyáltalán az oroszok hozzáállása a háborúhoz. Igen, egy. Most 300 ezer embert mozgósítanak. A teljes mozgósítás 24 millió embert érinthetne, másnap Oroszország gazdaságilag kifekszik, vége van. Én néhány olyan dolgot hagy mondjak el, ami eddig nem hangzott el. Egy. A NATO alapkövetelménye, hogy 2%-ot a GDP-ből költsenek fegyverre. A mostani orosz-ukrán háború ezt a folyamatot felerősíti. Kettő. Nem beszélünk róla, hogy a svéd és finn csatlakozás a orosz NATO határt a kétszeresére viszi. Három. Én egy konferencián voltam most, ahol hallottam egy rendkívül bölcs mondatot, idézném. Nem létezik európai biztonság Oroszországgal, és nem létezik európai biztonság Oroszország nélkül. Következő. ENSZ elkezdte vizsgálni az orosz háborús bűnöket. Semmire nem fognak menni, de ez megint egy jó PR akció. Népszavazás. Hát tessék mondani, ettől kezdve az ott állomásozó ukrán erők azok orosz területen állomásoznak. Következő, a ukránok bejelentették, hogy 4000 ember van, akit kollaborásnak tekintenek, mert a négy területen valamit csinált a szavazás kapcsán. 5 orosz parlamenti képviselő bejelentette, hogy megy a frontra harcolni, erre külön kíváncsi vagyok, de ez egy más dolog, és a törökök bejelentették, hogy a mai helyzetben cserekereskedelmet folytatnak Oroszországgal, ezt is érdemes lenne egyszer értelmezni. Nem tudom, hogy önök konkrétan mit mondtak, nem emlékszem rá, de nagyon sokan azt mondták, és az volt egyébként az általános közvélekedés is, hogy lehetetlen, hogy az ukránok ezt a háborút megnyerjék. Ez a hozzáállás, vagy ez a látásmód, ez kezd megváltozni azzal, hogy most az ukránok különböző harci sikereket érnek el, és hát ezerrel fegyverzi a nyugat fel Ukrajnát? Remko Attila, hogy látja? Én azt mondtam, hogy valószínű, a legvalószínűbb forgatókönyv egy taktikai jellegű orosz győzelem, mármint olyan értelemben taktikai jellegű, hogy nem tudják az ukrán kormányt megdönteni, nem tudják azt a stratégiai céljukat elérni, hogy Ukrajna a nyugati gravitációs téren kívül maradjon, tehát akár visszatérjen Oroszország alá, akár egy semleges zónaként lebegjen, tehát ezt gyakorlatilag az elejétől kezdve ezt mondom, hogy ez nagyon valószínűtlen. Viszont azt gondoltam, meg azt máig is gondolom, hogy az oroszok bizonyos területeket meg tudnak szerezni. Tehát a legvalószínűbb forgatókönyv, ugye sok forgatókönyv van, az az, hogy a Donbaszt, illetve legalább Zaporizsia megye a Krímet összekötő részét, tehát ugye a Krím és a Donbasz közötti szárazföldi szakaszt, azt megszerzik az oroszok, én ezt máig így látom. De azért van egy nagy kérdőjel, hogy ha az orosz rendszer ugye megbicsaklik. Tehát ez az óriási kérdőjel, hogy mekkora a társadalmi elégedetlenség, mekkora lesz a társadalmi elégedetlenség, ha esetleg ezrével érkeznek haza a koporsók Oroszországba, illetve hogy az orosz elit mennyire zár Vlagyimir Putyin mögött. Ez a nagy kérdőjel, de ha az orosz elit zár Vlagyimir Putyin mögött, ha az orosz népességnek a támogatása megmarad, ugye eddig alapvetően megvolt, akkor nagyon nehéz azt látni, hogy Ukrajna akármilyen nyugati támogatással hogyan tudna egy közel lakosságban, haderőben négyszer akkora ország ellen győzni, hogyha az mozgósította a haderejét. Tehát ismétlem, Oroszország eddig egy számszerűleg nagyobb ukrán erővel küzdött. Azért sokat számít a rosszul, vagy szinte egyáltalán nem kiképzett tartalékos is, akkor, hogyha védekeznie kell mondjuk egy településen, de most az elmúlt hetekben, hónapokban azt láttuk, hogy gyakorlatilag nincs orosz gyalogos katona a frontvonalon kilométeres szakaszokon, így az ukránok sokkal könnyebben tudtak átjárni, szabotázsakciókat végrehajtani, hát az oroszok hátába kerülni. Tehát ez mindenképpen meg fog változni, a legvalószínűbb forgatókönyv továbbra is az, hogy
egy limitált orosz győzelem várható, de stratégiai szinten egyébként vereség Oroszországnak, hiszen sokkal, de sokkal többet veszít, mint amennyit nyer ezzel a háborúval. Professzor úr? Egyetértek, kettő, ennek a háborúnak lesz egy olyan következménye, hogy ettől kezdve kevesebben akarnak orosz fegyvert venni, mert az orosz fegyverek ebben a háborúban nem szerepeltek jól. Három. Ha én megnézem a mai hivatalos orosz adatot, 9100 halottról beszélnek, ha megnézem az ukrán adatot, akkor már közel 60 000 orosz halottról beszélnek. Itt látszik, hogy a két fél elképesztő módon hazudik. Jó, hát ebben nincsen változás nyilvánvalóan. Még egy utolsó kérdés mindkettőjükhöz. Hogyan látják egyébként az európai közvélemény alakulását az ukrán háborúval kapcsolatban? És ezt csak azért kérdezem, mert a CDU erős embere Friedrich Merz a minap szociális turizmust emlegetett az ukrán menekültekkel kapcsolatban. Igaz, hogy bocsánatot kért utána, de hát azért ez is azt jelzi, hogy nem feltétlenül ugyanazzal a lelkesedéssel támogatják már az ukrán menekülteket Európában, mint ahogy tették ezt korábban. Demko Attila? Hát mindenképpen nagy teher ennyi ember befogadása, bár az ukrán menekülteknél jóval kevesebb probléma van, mint az Afrikából, illetve a Közel-Keletről érkező migránsoknál. Ugye nem is ez a fő, szerintem nem a menekült kérdés a fő, hanem az energia kérdés. Tehát, hogy azok az áramszámlák, azok a gázszámlák, azok mennyire kifizethetőek akár a gazdag nyugati polgárok számára is, amelyek most jönnek be. Illetve ott nyugaton is éttermek zárnak be, cégek zárnak be. Tehát, és most ráadásul emiatt a merénylet miatt, ami az északi áramlaton történt, most már biztos, hogy nem lesz elég gáz a télen Európában, tehát valamilyen szinten a gazdaságot még inkább be kell lassítani, hogy a polgári lakosságot ugye el lehessen látni energiával. Tehát mindenképpen jelentős elégedetlenség lesz. Kérdés, hogy a nyugati politikai elitek hogyan tudnak ezzel megbirkózni. Valószínűleg a támogatottsága a jelen nyugati politikának csökkenni fog egész egyszerűen azért, mert ha az emberek fáznak, és nem és az elektromos áramra és a gázra költik a pénzüket, akkor azért egy távoli háború iránti lelkesedés az jelentősen csökkenni fog. Jó, hát a menekült kérdés az annyiban érdekes, ugye, hogy Friedrich Merz arra utalt, hogy a menekültek fölveszik a szociális segélyeket, majd utána hazamennek Ukrajnába, aztán visszajönnek, aztán megint hazajönnek. Szóval ezt a jelenséget, ha ízetlenül is, de erre akarta fölhívni a figyelmet, professzor úr. Egyetértek, kettő. Jelenleg Németországban 1,1 millió ukrán menekült van, nagyon nehéz a helyzet. Ma már Nyugat-Európa lakossága kezd elégedetlenkedni. Ha megnézem, Varsóban ukrán ellenes tüntetés volt. A belga kormány bejelentette, hogy a bejövő ukránok jelentős része nem hajlandó dolgozni. Tehát a lakosság elkezdett távolodni a politikai elittől, de ugye ennek hol lesz a vége, az ma megmondhatatlan. Akkor ez lesz ma itt a végszavunk. Nagyon szépen köszönöm mind a kettőjüknek, Nógrád professzor úrnak és Demko Attilának, az MCC geopolitikai műhely vezetőjének, hogy a vendégeim voltak, a kedves hallgatóktól pedig kollégáim Szőlős Éva gyártásvezető és Bényi Csaba hangmérnök nevében is búcsúzom. Halász Zsuzsát hallották, viszont hallásra.